Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves látogatóinkat, a Zichy-Mihály Iparművészeti Szakgimnázium Technikum és Kollégium vizuális-virtuális nyílt napján. Próbáljuk a hagyományos nyílt napunkat megfelelőképpen megtartani. A program elemeket, amiket az elmúlt években is tartottunk minden egyes nyílt napnál, megpróbáljuk végigvinni most is, mindent bemutatni. Remélhetőleg ez így megfelelő lesz, de később még a kérdésekre visszatérek. Bemutatkoznék, Surányi Péter vagyok, az intézmény vezetője, és a mai alkalommal és a mai alkalomtól ez a tartalom természetesen elérhető, és hogy ez a nyílt nap hogy áll össze, arról mondanék röviden egy-két gondolatot. Az első, mindenképpen arra biztatnék mindenkit, hogy nézze meg, tekintse meg a bemutató filmünket, hisz a film hivatott arra, hogy a leglátványosabban, a legátláthatóbban bemutassa az iskolában folyó munkát, a szakokat, a tanulókat, a programokat, a különböző pályázatokat, eredményeket, mindent, amit csak lehet, és ezt kimondottan erre a nyílt napra készítettük, ami ugyanitt a felvételi menüben már egy néhány napja egyébként elérhető. Ezzel szoktuk kezdeni minden nyílt napot, ez adja meg a hangulatot, hogy lássuk, hogy egyébként tanulóink tanári segítséggel milyen bemutató videót tudnak saját iskolájukról, saját iskolánkról készíteni. Ezt követően a film után, amit hogyha megtekintettek, kerülne sor egy általános tájékoztatóra, amelyben mind az iskoláról még egy pár gondolatot, mind pedig a felvételi eljárásrendről, időpontokról, felvételi menetéről mondanék egy pár diában egy pár gondolatot. Ezt követően került sor mindig arra, hogy a galériában összegyűlt jó néhány, tíz inkább a legutóbbi időben 100-150 szülő elinduljon a szakokra, és minden egyes szakra nyílt műhelyekkel megnézhesse az ott folyó munkát, beszélhessen a szaktanárokkal, ez megvalósuljon interaktív formában. Ez természetesen most annyival kurtább lesz, hogy ezeket a szakokról készített felvételeket fogjuk ezt követően bemutatni, ami szintén ugyanebben a menüpontban egyébként megtekinthető. Nem kell nagy dologra gondolni, minden egyes szaknál az elmúlt két hétben lévő gyakorlatot látogattak meg a kollégák, és azt vették föl az ott folyó munkát, a kollégának a gondolatait, illetve egy-egy tanulóit is, minthogyha tényleg személyesen ott lennénk. Ezzel próbáljuk egyébként bemutatni egy viszonylag élő képet az adott szakokról. Valóban az elmúlt héten, vagy két héttel ezelőtt folyó szakmai gyakorlatról van szó. Tanulót is megkérdezünk a mai videóban, ő is el fogja mondani a gondolatait az iskoláról, nem a szakmai részéről, hanem úgy általánosságban, hogy ő itt hogy érzi magát, ez lenne itt a kis tájékoztató bemutató végén. Így néz neki a nyílt nap, és ezek a felvételek közül kivétel nélkül mindegyik megtalálható majd a menüben, úgyhogy nyugodtan és mindenkit arra biztatok, hogy nézze ezt végig. Kezdjük akkor a tájékoztatóval, most, hogy már a filmet mindenki látta. Alapvetően iskolák neve a Kaposvári Zichy-Mihály Iparművészeti Szakgimnázium Technikum és Kollégium. A technikumot azért emeltem így ki, mert most szeptember 1-től kaptuk a nevünkhöz ezt a kis toldalékot. Alapvetően a képzések szerkezete véget van erre szükség, erről kicsit később fogok beszélni. Iskolánkban a 2021-22-es tanévben 4 osztály indul, eddig évekre visszamenőleg 3 művészeti osztályunk volt, most szeptember 1-én először 4, és jövőre is 4 osztály fog indulni a következő szakokkal. 8 szakmai képzés folyik intézményünkben, végig is mennénk ezeken. Egyébként alapvetően az iskoláknak és akik a szakkörre járnak, nekik is külön-külön, de minden egyes általános iskolának, akivel kapcsolatunk van, elküldtünk egy tájékoztató kis brossúrát, amelyben egy levél kíséretében a felvételi tájékoztatónk is megtalálható.
Ez a vadonatúj friss felvételi tájékoztató, ebben ezek közül jó néhány információ megtalálható. Amennyiben ilyet nem látott még valaki, ez is fönt van a honlapon, de természetesen postai úton szívesen ki is küldjük azok számára, akik erre igényt tartanak, és még nem találkoztak vele, van belőle. Tehát a 8 szakon művészeti és médiafotográfus, művészeti grafikus, textilműves, kerámia műves, divat, stílus és jelmeztervező, mozgókép és animációtervező, festő. Ez a 7 szak, a dekoratőrt szándékosan hagytam ki, ez a 7 szak az, amely, mint láthatjuk, párhuzamos művészeti képzésben, 4 plusz 1-es fölépítésben kerül sor, és központi felvételi vizsga nincs, de felvételi alkalmassági vizsga, valamint hozott jegyek alapján majd látjuk, hogy hogyan kerül rangsorolásra az adott felvételiző. Ezek szakgimnáziumi osztályok, ez a 7 szak 3 szakgimnáziumi osztályt jelent. Az osztályban sorolásról most nem szeretnék beszélni, fölösleges, és ideírtam mindegyik mellé a felvehető keretlétszámot, tehát médiafotográfusra 7 főt, grafikusra 9 főt, textilművesre 5 főt, kerámiaművesre 5 főt, divattervezőre 7-et, mozgóképi animációra 9-et, és festő szakirányra pedig 6 főt. Így fog összejönni 3 osztályban egyébként 16 fős osztálylétszám, amely rendkívül kecsegtető. Az osztálylétszámokat, hogyha nézzük, 16 fővel a közismereti oktatás is rendkívül jó színvonalban, nyugodt körülmények között zajlik. Ennél többet a kereteink nem engednek, de nem is szeretnénk egyébként ennél több tanulót fölvenni. És ki kell térnem a 6-os számú dekoratőrképzésünkre, ami technikumi, nem szakgimnáziumi, hanem technikumi képzés. Ennek egy kicsit más a szerkezete, mindjárt a kettőt összehasonlítom, de a felvételi rendszere egyébként őnála is ugyanez lesz. Ők lesznek külön osztályba sorolva, ő lesz a 4. osztályunk, 12 főt fogunk arra a szakra fölvenni a következő tanévben. Egy kis összehasonlítás, frissítve, hogy lássuk, a szakgimnáziumi képzésben a 4. évfolyam végén érettségit tesznek a gyerekek, minden tantárgyból érettségit tesznek, tehát 5 tantárgyból, így aztán érettségi bizonyítvány birtokában kezdhetik meg az 5. kimondottan, tisztán szakmai képzésüket, és ennek a végén kerül sor egy szakmai bizonyítvány átvételére. Ez az, tehát a szakgimnázium 4. év végén, vagy 12., hogyha úgy jobban tetszik, van az érettség, és 13. pedig a képesítővizsga. A technikum ezzel szemben más, ott kiszállási lehetőség nincs, 5 évfolyamos a képzés, de 12-be, azaz a 4. évfolyamukban szintén érettségi van, mindössze 3 tantárból, a magyar irodalomból, történelemből és idegen nyelvből, magyar irodalomból, történelemből és matematikából, és mint láthatjuk, az 5. évfolyam végén lesz a szakmai tantárgyból az érettségi, valamint az idegen nyelvből. Ez azt jelenti, hogy 5. év végén kapják meg egyszerre az érettségi és a szakmai bizonyítványukat is. Alapvetően az óraszámokat tekintve nagy a különbség a két képzés között. A szakgimnáziumban egy magasabb óraszámban mélyebb szakmai képzést tudunk megvalósítani, a technikumi képzésben kevesebb óra, 5 órával kevesebb van egyébként heti átlagban nézve, ami sokat jelent, sokat veszel a szakmai képzésből, és a program is úgy van összeállítva, hogy alapvetően a szakmai órák jóval kevesebbek. Viszont a színvonalat mi megpróbáljuk itt intézményen belül kiegyenlíteni, meg is valósítjuk, már ebben az első kis próba évfolyamunkban megtörtént. Minden, ami kimarad a technikumi képzésből, azt szülői nyilatkozattal elősegítve, mégis és értékelve megtartjuk. Nem is gondolkodtak a mostani 9-es szülők arra, hogy esetleg rajzórából vagy szakmai órából nekik bármivel is kevesebb lenne, nyilatkoztak, és ők is azokkal az osztályokkal együtt részt vesznek, majdnem megegyező óraszámban így már a képzésben. Tehát tulajdonképpen senki sem veszít, persze ez annak köszönhető, hogy szakgimnáziumi képzés is van,
Nyilván a technikumnak egy másik horderejű dolga van, a szakképzést próbálja előtérbe helyezni gyakorlatilag a oktatás irányítás, vagy inkább a szakképzés irányítás. Itt egy más feltételrendszerrel vannak a gyerekek, mint a szakgimnáziumban, de még egyszer mondom, mi megpróbáljuk ezt is kiegyenlíteni. Ezekkel a nyilatkozatokkal ez tökéletesen működni fog. Fontos, hogy a dekoratőr tanulók is ugyanazon közismereti képzésben vesznek részt, ugyanazok a tantárgyai, óraszámot tekintve is teljesen hasonló, az érettségire készülő tantárgyak, nem, ott gyakorlatilag óra különbség sincs, a szakmai képzésben pedig, ahogy elmondtam, ezt kiegyenlítjük. Tehát nincs nagy különbség ebből nézve nálunk. Más iskolában egyébként ez előfordulhat, hogyha például egy dekoratőr, vagy egy grafikus, vagy egy divattervező technikumi képzésre iratkozik be, bizony-bizony jócskán kevesebb szakmai tudással lesz gazdagabb a tanuló, mint hogyha ide az Icsibe járna. Mire megy, hova megy tovább ezzel a képesítéssel? Tanulóink nagy része tovább tanul, most már egyre nagyobb része tovább tanul. Az előző tanév végén is rendkívül sok tanulónkat fölvették felsőfokú intézménybe. Alapvetően nekünk az a célunk, hogy szakirányba menjen tovább, és emelkedő számban valóban művészeti felsőoktatási intézménybe iratkoznak be tanulóink. Soprontól Budapestig, valóban Budapesten át Egerig, Kaposváron, ugye a művészeti karon nagyon sok tanulunk folytatja tanulmányait, de akár külföldön is, Bécsi Művészeti Egyetemben, mikor bejött ez a tandíj őrület, akkor sokan oda jelentkeztek, és szép eredményekkel végeztek ott is a tandíj mentesítés véget. Alapvetően ez annak is köszönhető nyilvánvalóan, hogy a művészeti egyetemek száma is nő, a képzések palettája is minden felsőoktatási intézményben növekszik, tehát ilyen értelemben valamelyest könnyebb belépni, de hálás szívvel gondolnak akár a MOME, akár a képző, akár a Pécsi Egyetem előadói, gyakorlatot tartói, hogy az Icsiből érkező tanulók milyen szépen teljesítenek ott is. Végzettek természetesen komoly sikereket érnek el, egy pár aktuális nevet kell, hogy megemlítsek, például valószínűleg hallhattunk Sipos Balázsról, ő üvegműves, kerámikus üvegműves, aki a Prima Primissima díj lovas szobrát, üveg lovas szobrát tervezte, és azóta is azt adják át. Juhász Godena Attila Füzes Eszter, ez a Use nevű divattervező cég alapítója, például a Riói olimpián a versenyzőknek alapvetően a ruháját tervezte, szintén Zicsiben végzett tanulókról van szó, akik tovább tanultak. Gyöngyösi Neráta, Hengcsel Ilona, most már egyébként az oktatásban is tevékenykednek, de a Gomboldújra pályázaton vettek részt divattervezőként szép eredménnyel, de nyilván nem csak művészeti irányban mehetnek tovább tanulóink, hanem akár egyéb felsőoktatási intézményben szép számban vannak, A-tól Z-ig odaírtam, jogásztól, tanáron át, orvos, építész, de csak színészt is említhetnék, például a Barátok közből ismert Karajos Gábor, akinek, hogyha rákeresünk, rendkívül hálás szívvel emlegeti az Icsiben töltött évei. Egyébként most lenne éppen a 20-án, október 20-án az ünnepélyes megemlékezés iskolánk 50 évéről, illetve a művészeti képzés óriási tapasztalatát bizonyító 30 évéről, és Gábor szívesen vállalta, hogy valami kis műsorral készül, és el is jött volna, de természetesen ebben a helyzetben ezt az ünnepséget megtartani nem tudjuk, de ővel is a kapcsolatunk ilyen. Tovább mehet újabb szakmai képzésre, hisz ez, amit negyedik év végén szerez, érettségi bizonyítvány, ez följogosítja azt, hogy abban az ágazatban, abban a képzés stílusban bármely más képzésre gyakorlatilag átiratkozhat, sőt, most még a második szakma ingyenessége is fönnáll, tehát mindegy, hogy idézőjelben melyik szakra vesszük föl, később az érettségi után bármire válthat, mert az följogosítja, hogy rá egy éves képzéssel elvégezheti a szakmai képesítő vizsgát is, akár más rokon szakmára.
Többen természetesen a munkavilágában kötnek ki, itt alapvetően azért mindenképpen oda megyünk, akár itt tanítani, rengeteg kollégánk valaki itt végzett korábban, de hát képzettségének megfelelően stúdiókba, magánvállalkozásokhoz. A megkereséseket azért írtam oda, mert mai napig jönnek, hogy gyakorlatot itt és itt és itt végezzék a gyerekek, vagy ezt a feladatot, ezt a munkát tudják-e teljesíteni. Természetesen a képzés alatt ezt el kell, hogy utasítsam. Nyári gyakorlat formájában működnek ezek a dolgok, de egyébként nincs rá lehetőség, hogy tanulóink az iskola alatt ilyen jellegű munkát végezzenek, hisz azért az iskolát végezni kell. A megkeresések folyamatosak ettől függetlenül. Ez egy nagyon fontos mondat, hogyha egyébként másként is gondolja, bárhová is mennek az iskolában kapott művészeti képzés, látás és gondolkodásmód minden szakmában érvényesül. Legyen az asztalostól kezdve kőművesig, az, amit itt tanul, akár a szakmai képzésben, főként a szakmai képzésben, az mindenhol javukra válik. Egyébként, ha a közismereti részre is visszatérek, akkor nyilatkoztatjuk a gyerekeket tizedikben, hogy miből szeretnének tovább tanulni. Tudjuk jól, hogy a továbbtanuláshoz egy emelszintű érettségi vizsga szükséges, de amiben ő nyilatkozik, az 11-12-ben megszervezzük abban is a felkészítőt. Nyilván már késő, ne legyen 12-ben már nagyon nehéz felkészíteni őket, de hogyha korán 10-ben dönt, 11-12-ben rendelkezésre áll az az óraszámtömeg, hogy akár a közismereti kötelező tantárgyakból is emelt szinten teljesen, de még azon kívül is látjuk fölírva a tantárgyakat. Tudjuk most már, hogy kötelező a emelt szintű érettségi a továbbtanuláshoz. Ez azt gondolom, hogy például a képző és iparművészet ágazatból nem jelent problémát a tanulóinknak, egyáltalán nem volt is erre példa, de idegen nyelvből is megpróbáljuk egyre nagyobb számban az emelt szintű érettségit biztosítani. Minden évben egyébként ugyan elvétve, de a többi közismereti tantárgyból, matektól, magyaron át, törén, mindenből van emelt szintű vizsgázunk is, szép eredményekkel. Mi a helyzet itt az iskolában? Mit adunk mi? Mi az, ami esetleg a filmből kimaradhatott, vagy nem jött át? Kis iskolából adódóan 291-en vagyunk egyébként éppen most, ebben a 15 osztályban 3 párhuzamos osztály megy föl, 13-ban már csak 2 osztályt indítunk, és alapvetően most már 9-ben ugye 4-et, 15 osztályban 291-en vannak, mint mondtam, kicsik az osztálylétszámok, figyeljük, látjuk a tanulókat, szinte név szerint ismeri minden kollega a nem osztályában vagy nem tanított kollégát is, tehát otthonos mindenképpen a légkör. Digitálisan jól felszerelt, látszott ez a mostani online oktatásból is, amiből egyébként mostanában már többet nem kérünk, hanem muszáj, hogy tényleg meg tudtuk valósítani a képzést így is. Nincs már olyan termünk, ahol valamilyen vetítési, akár hanggal, képpel vetítési technika ne lenne megvalósítható, tehát ténylegesen minden, néha még csúcs technológiával is, itt gondolok például egy Macintos laborra, amit most adtunk át, még kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, síkágyas lézergravírozóra, amit 15 millióért szereztünk be egy pályázat keretében, de a dekoratőröknek a vágóplotter, kamerák, mint láthatjuk, ezt is azzal vettük föl a saját intézményi kameránkkal, fényképezőgépek, minden szaknál megpróbáljuk, ha csak bemutató jelleggel is, de a legjobb minőséget biztosítani. Sok élmény és szép önállóan készített maradandó munka, biztosítja ez az a magas óraszám, ami a gyerekeknek van. 40 órás munkahétre kell gondolni, tehát ugyanannyi, mint a szülők dolgoznak, annyit vannak itt a gyerekek is, de ebből 20 a szakmai. Tehát ez azt jelenti, hogy teljesen más agyi tevékenységet és manuális tevékenységet jelent. Ez nagyon sokan előnyként és mi is előnyként fogjuk föl. A tanuló nem máshol van, nincs szabad délutánja, való igaz, de azzal foglalkozik, amit a legjobban szeret, ami a hobbija, hisz ezért jött ide. Tehát nagyon magas óraszám van, és ezek alatt az órák alatt nagyon sok munka készül. Akár rajzi, festési területen, akár a szakjára jellemző területen is az 5 év alatt felmérhetetlen mennyiségű munka keletkezik, ezért is az érettségének az egyik követelménye a képzésről beállított portfólió elkészítése, amiben ott aztán fölvonultathatjuk a munkákat. Most éppen ugye kirakva az intézménybe a nyári gyakorlatképei lesznek majd,
rövidesen, nyilván akik majd személyesen be tudnak jönni az iskolába egy-egy főként, ez engedélyezve lesz, ők meg is tudják nézni. Visszaigazoltan remek diákévek, de én azt gondolom, hogy erről majd tanulunk beszéljen, mert az ő szájából talán mindenképpen hitelesebbnek tűnik, de egyet azért föl vetítek itt talán Kaposváron, aki ismerős, tudja, hogy rendőrséggel szembe, ez például a mi tanulóink csinálták ezt az óriási, hatalmas, nagy balánk sorozatot. Nagy büszkeség ez is nekünk, hogy Kaposvár a mi munkánkra így is igényt tart, ezen kívül rengeteg kirakat és egyéb tevékenységben is részt veszünk a város életében. De ez volt egy ilyen nagyszabású, amit a kaposváriak most már el is neveztek, már a buszról is úgy szállnak le, hogy pipacs előtt vagy pipacs után, tehát ez egy ilyen fogóckodó is lett, amikor itt volt polgármester úr, ő mesélte ezt nekünk. Versenyek, folyamatosan versenyeztetjük a tanulóinkat, a tehetséggondozás az egyik veszőparipám, nekem is. Például a népművészet verseny 2021-ben, tehát ebben a tanévben itt az iskolánk szervezi meg az országos népművészet verseny, de minden, akár közismereti területen, akár művészeti területen, minden érdemesebb versenyre eljutunk. A művészeti területen az összesre, ami az ágazatunkra ki van írva, a közismereti területen pedig leginkább a matematika, idegen nyelv, történelem területén szoktunk indulni versenyeken. Pályázatok, hazai és nemzetközi pályázatokon részt veszünk, kiemelném itt elsősorban alapvetően az Erasmus pályázatunkat, amivel most már egyébként a negyedik éve nyerünk, sajnos most a gyerekek nem tudtak elindulni, éppen mai nap indulnának. Egyébként a bécsi útra le volt természetesen szervezve, teljes finanszírozással, 3 hét szakmai gyakorlat vár a gyerekekre, de meg fog ez is valósulni, hisz a pályázatot megnyertük, sőt már a következő évre is megnyertük a pályázatot. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 3 év alatt közel 100 diák vett részt. 3 városban voltunk, Bécsben, Barcelonában, Milánóban, és mint mondtam, 3 hétig a saját szakmájukban végzik a tanulók a feladatokat. Rendkívül jó tapasztalatszerzés, idegen nyelvtanulás, és hát nyilván válogatott munkahelyekre vannak kiutalva, és ott dolgoznak a gyerekeink. Én bízok benne, hogy segítőkész, jó szándékú, magas végzettségű tanárokkal dolgozok együtt. Ahogy ismerjem, kivétel nélkül mindegyiket, ez így van. Ezt a tanulóink is megerősítik, úgyhogy nyilván ennek a folyamatos biztosítása óriási nehézségekbe ütközik, hisz az a képzés paletta, amivel mi rendelkezünk, megkívánja a legjobb és legrutinosabb, legtapasztaltabb és legnagyobb tudással rendelkező kollégákat, ezért nagyon sokan Budapestről, Pécsről, Szigetvárról, de most már Veszprémből, Szekszárdról is vannak kollégáink, hogy tudjuk akár specifikusan is egy-egy szaknál a különböző kéréseket teljesíteni. Nyelvvizsga és ECDL bizonyítvány emelkedő számban, alapvetően a nyelvvizsga az annak is köszönhető, hogy az emelt szintű idegen nyelvi érettségig tényleg növekvő számban vannak. Például most volt egy olyan 10. évfolyamunk, amelyben az egyik csoport közül minden tanuló tett már 10. Idegen nyelvből előrehozott vizsgát, ez azt jelenti, hogy 12. egészen biztos, hogy emelt szintű vizsgát is le fogják tudni tenni, és az pedig egyenértékű a nyelvvizsgával, ha úgy sikerül. A Európass bizonyítvány az jár, hisz tudjuk, ha a szakmai bizonyítványhoz mindössze adminisztrációs költséggel, tehát semmi egyebet nem kell elvégezni ehhez, és bármilyen nyelvre az ő szakmai bizonyítványát le tudjuk fordítatni és átadni. Nagyon sokan kérik, éppen a tegnapi napon az egyik tanítványoknak adtuk át, alapvetően ténylegesen ez már egyéb munkára nincs szükség. Az iskola épületében működő, itt van helyileg, a filmből is láthatták, a kollégium, amely ráadásul egy felújításon is részt vett, most tavaly fejeződött be, vizes blokkokat, szobákat újítottak föl a lányszinten, úgyhogy ezek is rendelkezésre állnak. Minden 9-es, aki ide jön, tehát mostani 8-osok, automatikusan a kollégiumba is felvételt nyernek. Érettségi bizonyítvány és szakmai bizonyítvány, hát erről már ugye volt szó,
hogy ezzel zárul a képzés. Egy pár pillanat felvételt ide raktam, én is, bár a cikknek is az volt a neve, ezek teljesen frissek, ez a mostani szennai nyári gyakorlatunkról egy hetet voltak kint a gyerekek, és ott dolgoztak a skanzenbe, tessék megnézni, nagyon jó idő volt, és egy héti kollégáinkkal különböző feladatokon vettek részt, és ezt a Somogyi Hírlap is megörökítette több oldalon keresztül. Ez például, hogy az online tanítás is működött az iskolánkban. A dekoratőröknek a munkáit vette észre egy napilap, és ők jelenítették meg webes felületen az Iparművészeti Szakgimnázium dekoratőr szakközösségi oldalán. Szellemes montást osztott meg a diákok munkáiból, és alapvetően instrukciók alapján születettek meg a feladatok. Tehát az online tanítás beindulásakor kezdtük ezt, és ezt is fölismerte valaki. A háttérben pedig egy Fise kiállítás van, Budapesten is volt kiállításunk, annak egy képe is arról lévő cikk van itt, ahol szintén méltatják iskolánkat, de ezek tényleg csak a legfrissebbek, amik most megemlítésre mindenképpen szükségesek. Következő részben a felvételiről fogok beszélni. Nézzük is meg a jelentkezés módja, határideje. Iskolákban nem kell részt venni központi írásbeli vizsgán, tehát a magyar matematika központi írásbeli vizsgának az értékeit mi nem számítjuk be a felvételibe. Tehát nem, ide nem. Nyilván, ha máshová jelentkezik a tanuló, akkor érdemes megírnia, de hogyha csak hozzánk jelentkezik, nekünk erre nincs szükségünk. Két dologból áll össze a felvételi pontszám, a rajzi alkalmassági vizsgából, amit itt teljesít, és az általános iskolai tanulmány eredményeiből, mindjárt erre is kitérek. Jelentkezés. Szokott módon általános iskolai osztályfőnökök fognak szólni, a gyerekeknek töltik ki a jelentkezési lapot, online módon fogják egyébként benyújtani, szülőnek is úgy tudom egyébként, hogy alá kell írni, mielőtt ők ezt föltöltik. Ennek a határideje 2021. február 18 lesz, akkor kell megküldeniük majd az általános iskolai osztályfőnököknek, nekünk is, meg a győri kirendszernek is. A hozott pontok számítása a következőképpen működik, ez az, ami a iskolai tanulmányaiból. A hetedik év vége és a nyolcadik félévi érdemjegyeit nézzük mi, ezekből a tantárgyakból, tehát magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, rajz, megelőzöm a kérdést azzal, hogy szokták kérdezni, hogy valamilyen nem volt, például még olyan is lehet, hogy rajza nem volt az adott évben, vagy valamiből föl van mentve, attól mi még tudunk számolni pontszámot, és ebből hátrányosa lesz, tehát nyugodtan attól be lehet adni a jelentkezést. Ide is írtam, hogy felmentés vagy tantár hiány nem okoz problémát. Ebből jön ki, átlagoljuk, és akkor majd ebből 34 pont jön ki összesen egyébként ezekből a jegyekből. A felvételi alkalmassága vizsga 4 részből áll, az első egy testcsoporttérbeli ábrázolás, ezt is egyébként megtaláljuk ebben a tájékoztatóban ennek a leíratát. Erre általában 1 óra 50 perc áll rendelkezésre, majd egy csendéletfestési feladat ott van, hogy milyen technikákkal lehet. Harmadik, egy kis térlátást, vizuális logikát felmérő feladatlap, itt se kell nehéz dologra gondolni, alapvetően egy 40 perces teszt, de hát a gyerekek 20-25 perc alatt szokták teljesíteni nagyon szépen. Olyanokra kell gondolni, hogy most ez az alakzat hogy néz ki alulról, hátulról és így tovább, tehát gyakorlatilag ezt próbálja színkezelést fölmérni. És van még egy negyedik feladat aznap, amikor a tanulók az otthonról hozott bemutatói munkáikat mutatják meg, tehát azokat, amiket szakkörön, otthon, fényképezett, filmet csinált, kerámiát készített, szőtt, font, bármi, ami a felvételi szempontjából érdekes lehet, ezeket a munkákat bemutatja a tanuló, és erre is kap mindenképpen pontot. Most itt minden véglet van, nyilván olyan is, aki egy-két munkát hoz, de volt már olyan, hogy az egész Zicsi galériákat telepakolta, megértük megvárni, amíg a munkáit végig raktad, de türelmesen kivártuk és megnézhettük, hogy mikkel készül. Ebből úgy jön össze a pont, hogy minden egyes munkát, a rajzot és a festést 5 különböző szaktanár értékeli, mindegyik 1-től 5-ig ad pontot, tehát gyakorlatilag
maximum 25 pont jár a rajzra, maximum 25 pont jár a festésre, maximum 25 pont jár a tesztre, és összesen 5 pontot tudunk adni a hozott munkákra, így jön össze a 80 pont. Azért ilyen furcsa, hogy 34 meg 80, ezzel, hogy tudjuk arányt számolni, 70% a pontszámoknak, amit aznap teljesít a gyerek, és 30% pedig az, mint az általános iskolából hoz. Fontos, hogy ez egy nap lesz a felvételi, postai úton fogjuk kiértesíteni a gyerekeket, és akkor jönnek fél tízre, és fél tíztől kezdjük, egy nagyon hangulatos napot fognak eltölteni, tényleg jól érzik magukat a felvételi, de hát majd ott találkozunk. Ezeknek az időpontja március 1-től 5-ig, hál' Istennek rengeteg a felvételizőnk, rengeteg volt tavaly is, úgyhogy tele voltak a termek, 5 nap alatt valósítjuk meg, ha valamelyik ütközik valamelyik másikkal, akkor jelezni kell a napot, és akkor átrakjuk egy másik napra, alapvetően hétfőtől péntekig vagyunk, de ezt postai úton megkapják, interneten is föl lesz egyébként. Itt egy kis kép a pontozásról, látjuk, hogy a kollégák a galériába kitapétázott festményeket, illetve rajzokat nézik, és pontozzák, természetesen kódszámmal megy a pontozás, az adott napon húzott kód van föltüntetve a különböző rajzokon, és ennek a pontozásnak ez a metódusa. Így tehát összességében 34 plusz 80, 114 pont alakult ki, minden szakra ugyanaz a felvételi, és ebből a szerzett pontszámból minden szakra külön-külön rangsoroljuk a jelentkezők alapján a tanulókat. Jó tanácsom van természetesen, mégpedig lenn, hogy az iskolában, mint ahogy elmondtam, egy osztályban vannak a gyerekek, a szakmai képesítés után van lehetőség a váltásra, jelentősége olyan nagy nincs, hogy melyik szakra kerül be, így aztán érdemes több szakot megjelölni nálunk. Tavaly már nagyon tapasztaltak voltak a gyerekek, nagyon hallgattak erre, nagyon sok gyerek beírta mind a 8 szakot, biztos, ami biztos. Nyilván ezzel az esélyei jócskán nőnek, tehát én is csak azt tudom javasolni. Sajnos tavaly is előfordult két olyan eset, hogy azzal a pontszámmal, amit a felvételin elért, bekerült volna egy szakra, de azt nem jelölte meg, és tudunk-e valamit tenni, sajnos már utána nem. Tehát lesz még egy módosítási időpont, de utána már erre nincs lehetőség, amikor már kiderült, hogy ez egy kevés. Tehát továbbra is azt tudom javasolni, hogy több szakot jelöljenek meg. Másik hibaforrás, hogy az iskolák rangsorát rosszul állítják be a jelentkezési lapon. Alapvetően nézi, jön a gyerek, nézi, nagyon jó pontszámot ért el a felvételinken, simán bejutott arra a szakra, amire megjelöltük, és mégis azt kapja meg, hogy nem vettük föl. Ez annak köszönhető, hogy az iskolák rangsorolásánál nem az az iskola volt, amiben a leginkább akart bekerülni, tehát hogyha valakinek nem az ICSI az első, és az ICSI előtt már egy másik iskolába fölvették, akkor mi már őt nem is tudjuk. Tehát nagyon fontos, hogy az iskolák rangsora jól legyen beállítva, különben nincs lehetőség módosítani. Bejutásról szoktak kérdezni a szülők, mennyire könnyű, mennyire nehéz. Én azt gondolom, hogy ha valaki tiszta lelkiismerettel és nekiáll és készül a felvételire, valamint megjelöli mind a 8 szakunkat, azért akkor a bejutás lehetséges. Hogyha nyilván tehetséges is, ez kiderül akár az ottani otthoni rajztanárnál, rajzszakkörnél, felkészítő szakkörnél itt, akkor pedig nyilván egy készülésnél, hogyha nem is jelöl meg annyi szakot, akkor is be tud kerülni. Tehát szumma szummárum, hogyha készül valaki a felvételire, és azért mindent megtesz, akkor egészen biztos, hogy a 8 szak közül valamelyikre be is fog kerülni. Ezt segíti a minden évben induló felvételi előkészítő szakkörünk. Soha ennyien nem kezdték, mint most. A pandémia ide vagy oda elindítottuk a képzést fenntartói engedéllyel. Nekünk erre szükségünk volt, hisz így ismerhetjük meg a tanulóinkat. Tehát mindenki jelentkezhet és csatlakozhat. Péntekente 3:30-5:00 van az előkészítő szakkör, ahol kimondottan a felvételire készítjük fel a gyerekeket, akár a térmértani tesztlapra, akár a rajzra, csendéletre. Egyébként is nagyon szeretnek járni a gyerekek, minden hónapban 4 alkalmat megtartunk,
és ez alapítványi befizetéssel lehet rendezni. Ez is benne van egyébként ebbe a kis kiadványba, tehát ezt is megtaláljuk. Tudom ajánlani, de nincs gond, ha valaki nem tud járni, otthoni szakkör, egyéb rajztanár, vagy egy sima rajzfakultáció, amire leáll, amin foglalkozik vele valaki, akkor jó esélye lesz a sikeres felvételihez. Van itt minden a szakkörön, nem csak a megyén kívül is jönnek le és járnak le gyerekek, egészen extrém eset, hogy Szlovákiából is volt tanulónk, és fölvételt is nyert, és minden egyes péntekre leutazott ide a felkészítő szakkörre. Alapvetően a hagyományt tekintve, és azt, hogy milyen tapasztalattal rendelkezik az iskola a művészeti képzés területén, azt gondolom, hogy mindenképpen fontos megjegyeznem, ahogy már előbb is beszéltem erről, 50 éve létezik iskolánk, ennek ünnepeljük egyébként most idén a jubileumát, és a művészeti képzésünk pedig 30 éves indult a textilművessel és a kerámia műves szakkal, még akkor keramikus volt, de ez csak a névben változott. Indult ezekkel a képzésekkel, és mára már tiszta profilú művészeti képzés van, iskolánkban más képzés egyáltalán nincs. A profiltisztítás jegyében ez a 8 szakma, amit viszünk, és nem is szeretnénk egyelőre másba belekezdeni, és maradjon tiszta profilú a művészeti képzés. Ennek 30 éves a tapasztalata, a műhelyek kialakítása, az eszközök és az anyagok föltöltése, tehát azt gondolom, hogy itt a megyében mindenképpen meghatározó az iskolánk művészeti képzésben elfoglalt helye. Alapvetően mindössze ennyi, ami fontos lenne. És akkor itt most a végére még mindenképpen szeretném, hogyha meghallgatnánk tanulónkat is, szeretném bemutatni Csöndör Dominikát, aki egy pár gondolatot elmond az iskolai életről. Jó napot kívánok! Én vagyok Csöndör Dominika, 12. osztályba járok, és mozgókép és animáció készítőre. Én 4 évvel ezelőtt jártam előkészítő órára Mozer Tamás tanárúrhoz, és mint kiderült, ő lett nekem 9-ben a szakmai tanárom is. Hát az előkészítőre csak annyit szeretném mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat segített a felvételinél is, olyan dolgokat tanultam itt meg, amit nem is hittem volna, hogy kell egy felvételihez. Például az is nagyon jó volt, hogy nem úgy jöttem ide az iskolába, hogy nem ismerek senkit, mivel konkrétan az évfolyamtársaimat, vagy az osztálytársaimat ismertem meg, és így már egy kis előnnyel indultam a többiekkel szemben. Szeretnék beszélni arról is, hogy nagyon sok jó dolog van itt, például a diák élet, mivel itt a diákok nagyon-nagyon elfogadóak, és nagyon családias itt a hangulat. A tanárokat is külön ki szeretném emelni, hogy például én most 12-es vagyok, és most fogok érettségizni, és annyi plusz órát tudnak adni a tanárok, amit önként saját szabadidejükből vállalnak. És a szakmai tanárokat is szeretném mondani, mert például nagyon sokan 5. év után egyetemre szeretnének menni, ugye innen tudom menni a Momera, a Metura, a Pécsi Egyetemre, és a szakmai előkészítőket is ugyanúgy tudnak tartani, tovább maradhatunk órákon. Hát ugye minden évben van egy egyhetes nyári gyakorlat, amire több pályázatot is szoktunk nyerni, például szoktunk az Erzsébet táborban nyerni, mi például személy szerint Szennában nyertünk, ott igazából a magyar népművészeti dolgokat tanultunk, így egy kis belátást nyertünk. Meg ugye rengeteg pályázatot is nyertünk, voltunk kiállításon, például Pesten a Fise kiállításon, személy szerint az én munkámat is kiállították, ami egy hatalmas nagy élmény volt. Az osztálykirándulások is nagyon jó hangulatban vannak, az egy nagyon jó ilyen csapatépítő tréning, mint például a diáknapok is, amit a tanárokkal, közös programokkal tudunk csinálni, mint például a tanár-diák foci, az is nagyon élvezetes, hogy tanárúrral is többször játszottunk. És még amit nagyon ki szeretnék emelni, ez az Erasmus program, amire Bécsbe, Milánóba, Barcelonába tudtunk menni. Én Barcelonában voltam még 2019-ben, ahol
ahol 3 hétig vehettem részt egy nyelvi és egy szakmai kurzuson, és ezt az Erasmus Plus bizonyítványt, ezt a felvételemre be tudom rakni pluszpontként is, és a nyelvi segítséget is nagyon előre hozta. Így, hát én ennyit szeretnék így ezzel így elmondani. Nagyon köszönjük szépen Dominikának, és fontos kiemelnem azt, hogy még 2 órával ezelőtt fogalma nem volt róla, hogy erről beszélni fog. Egész egyszerűen a matek órán annak a végén szóltam, és hogy legyen kedves mondani egy pár gondolatot. És hogyha megnézi Dominika órát, akkor nem nőtt meg, tehát nem hazudott semmit, úgyhogy őszintén beszél. Nem is gondoltam, hogy ennyi mindent el fog mondani. Nagyon szépen köszönjük a... És sok sikert a felvételhez. Jól van, köszönjük szépen. Már csak az elköszönés, búcsúzás maradna, illetve egy pár információ. Amire nem kapták meg a válaszukat ebben a kis filmben, ebben a kis tájékoztatóban, akkor kiírtuk, és ezt az általános iskoláknak is kiírtuk egyébként, hogy a felvételi kérdések kukac@zicsi.hu ékezet nélkül természetesen e-mail címre lehet küldeni kérdést, ez egyenesen hozzám jön be, és ahogy az időnk hozza, válaszolunk ezekre a kérdésekre, amire a mostani filmekben nem került sor. Nyilván ez az online nyílt nap, ez nem hasonlít a hagyományos, amiket meg szoktunk tartani. Aznak talán nem jön át annyira a hangulata és a tényleg a milliója, de fontos kiemelnem, hogy például a tavalyi nyílt napon, amikor itt volt ismert humoristánk, Maksa Zoltán, például ő azt mondta, hogy végigülte a nyílt napot, ezt a tájékoztatást, a filmet és így tovább, azt mondta, hogy egy nagyon jó hangulatú, humoros nyílt nap voltam, és ha már ő mondja, hogy az volt, akkor az talán elhihető. Egyébként például a lányát fölvettük, és most 9-es nálunk a Maksa Zoltánnak a lánya. Köszönöm szépen a figyelmet, bármi kérdés van, mindenképpen írjanak, kérdezzenek, telefonon hívjanak, hogy tudjunk mondani. Ha valaki nagyon-nagyon szeretné az iskolát megnézni, akkor egyénenkénti bejelentkezéssel meglátjuk, hogy mit tudunk neki majd abban a helyzetben válaszolni, de ha van erre igény, akkor természetesen jelezzék ezt számunkra, és a www.kaposzicsi.hu honlap felvételi menüjében keresgessenek, ami információt nem találnak meg, az már talán nem is létezik, mert minden fönt lesz. Például ez a bemutató is, hogyha nem lehetett elolvasni, ezt is felrakjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várjuk a jelentkezéseket szakkörre és iskolába. Viszontlátásra!